A videót támogatta az Autócentrum Szabó. Válogass 11 márka és több mint 1000 akciós új autóajánlat közül kényelmesen egy helyen, akár online autóvásárlási lehetőséggel. Autocentrumszabó.hu. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. Az elmúlt 5-6-7 évben az ingatlanárak annyira az egekbe szöktek, hogy szerintem 0 forintból összegyűjtögetve majdhogy nem lehetetlen lakást venni, főleg Budapesten. Pedig az ember álmodozik, hogy budai panoráma legyen, vagy esetleg Balatonra néző tengerparti kilátással bíró lakást vegyen. Hát ezeket szerintem most már el kell engednie, főleg a fiataloknak. Viszont van erre egy megoldás, hogyha valaki lakóautót vásárol magának, és mellettem pedig nem más áll, mint a Ford Transit Nugget Plus, ami lényegében egy meghosszabbított hátsó résszel rendelkező hatalmas egyterű, vagy nevezhetjük tényleg lakóautónak is, ahogy itt felettem látható, van még egy ilyen kis lakrésze is, ahova el lehet szépen feküdni és aludni, de rengeteg aprósággal rendelkezik, ami érdekessé teszi, pont ezért ez egy rendhagyó videó lesz, ugyanis nem vezetés közben fogok beszélni az autóról, hanem egyedül, ami elég nehéz, megpróbálom bemutatni, hogy mégis mik azok a kis apróságok, finomságok, nagyon jó dolgok, amikkel rendelkezik ez az autó, és amik miatt talán ez az autó alkalmas lehet arra, hogy több hetet eltöltsünk benne, és járjuk a világot. Na, ahogy látszik azért, én 185 cm magas vagyok, és hát a teteje eléggé messze van tőlem, szóval már alapjáraton is 2,9 cm magasságú az autó, és majdnem 5 méter hosszú. Amit tudni kell, hogy bő 30 cm-rel a plusz az hosszabb, mint a normál verzió, ez pedig azért van így, mert ott többek között találunk még néhány ilyen rakodórekeszt, kisebb szekrényeket, illetve WC-t is, de majd ezt hamarosan meg is fogom mutatni, részletesen végigmegyek az autón, hogy pontosan mihol, hogyan található. Amit tudni kell az autóról, hogy Bixenon fényszorokkal rendelkezik, tehát nem ledes lámpákkal, de ahhoz képest ezek is nagyon jól világítanak, mondjuk a ledeshez képest kevésbé szórják jól a fényt, de hát nyilván mondjuk egy halogénnél talán többre értékelendők. Az autónak az órában pedig egy 2 literes dízelmotor található, összességében 130 és 150 lóerős teljesítményen lehet megvásárolni, van belőle 170-es is, ha tudom, jól tudom, ez pedig egy bő 180 lóerős különleges kiadás lényegében, és hiába nyom 2710 kg-ot az autó emberek nélkül is önsúlyban, azért innen látszik, hogy a dízel még mindig szerintem kiválthatatlan, mert hogyha elektromotorral lenne szerelve, akkor lemerülne 150 km alatt, ha benzines lenne, akkor pedig lenni a gatyánkat fogyasztásban, így viszont egy egész jó kompromisszumról beszélhetünk. Szóval a motorizáltság terén bőven rendben van, autópályán is lehet vele haladni, persze a magas felépítés miatt ott azért nem csak a fogyasztás nő meg, hanem a szélzaj, illetve a menetzaj is, de nem annyira vészes mértékben, hogy ne lehessen szeretni, és hát nyilván a be- és kiszállás is olyan kicsit teherautós vagy furgonos, hiszen van egy fellépünk, amin keresztül bele tudunk huppolni az ülésekbe, amik megfordíthatók, de majd ezt is hamarosan meg fogom mutatni. Van oldalt két ajtó, legalábbis a jobb oldalán, az egyik az ilyen, de nem nyílik túl nagyra, szóval ezen talán egy kicsit lehetett volna még növelni, a másik pedig egy ilyen oldalra nyíló ajtó, lényegében hátrafele elcsúszható, ezen keresztül lehet beszállni a második üléssorba, és hát megvan természetesen a hátsó ajtó is, pont azért, hogy onnan elérjük a francia ágyat, ami elénk tárul a WC-t, és még pár dolgot, de éppen ezért ez a videó ezekről fog szólni, szóval meg is mutatom, hogy mégis mik találhatók ebben az autókban, mik a különlegességei. Igazán őszintén semmi nem kedvez nekem, sem a fényviszonyok, sem pedig az, hogy egyedül vagyok, szóval nézzétek el nekem egy picit ezt a gyengébb minőséget, ami valószínűleg nem mindenkinek tűnne föl, de én szeretem azért, hogyha tényleg minden perfekt. Szóval így néz ki maga az autó, Bixenon fényszorokkal, ahogy említettem, de nem is ezek a fontos sarokpontjai most ennek a résznek, amit most mondani fogok, hanem először is kinyitjuk az első ajtót, mert már rögtön van egy érdekesség. Ott van a kis bukósisakom, hogy az első ülések 180 fokban megfordíthatók, méghozzá egy ilyen kis kallantyúnak a segítségével, szóval egész pofás dolog, pont azért lehet ezt megtenni, hogy itt hátul az étkező asztalt, ami ott látható, az körbe lehessen ülni. Vágóképeken fogom megmutatni, hogy hogy is néz ki akkor, amikor ki van nyitva, szóval most mindent egyesével nem fogok én nyitogatni, túl hosszú és nehéz is lenne egyedül. Szóval itt láthatjátok azért így a kis bevágott részeken, hogy mégis hogy néz ki, amikor körbe lehet ülni ezt az asztalt, és ez a hátsó rész, vagyis a második üléssor, ez pedig teljes mértékig lehajtható, valamennyire sikerült is nekem, és ennek köszönhetően itt van az egyik lényegében francia ágy, ez 195 cm hosszú, szóval azért nagyon hórihorgasok nem fognak rajta elférni, de szerintem egy átlag ember bőven, és itt is el lehet tespedni. Amúgy lábtér az akad, tehát itt azért el lehet férni, ami pedig nagyon aranyos, hogy nyilván, hogyha az ember megáll valahol, akkor ott lehetnek bogarak, és hát ezt a szúnyoghálót is szépen el lehet húzni.
És akkor tessék, lássék, nem fognak oda menni a bogarak. Voilà, szerintem baromi menő, hogy van egy ilyen része, és hát nyilván nem csak ez van, hanem itt fölül, most nem a sátorra gondolok, ahol lehet aludni, hanem itt van ez a Westfália felirat, ez egy ilyen napellenző lényegében, amit ki lehet húzni, 50 cm-ig lehet önmagától, aztán pedig alá kell támasztani, és most vágóképeken láthatjátok, hogy milyen tök szuper, hiszen így lényegében el tudunk vonulni a nap elől, vagy esetleg az eső alól, és akkor innentől kezdve ki is lehet ülni akkor is, hogy egy kicsit rosszabb az idő, vagy hogyha túlságosan meleg lenne. Ezek olyan dolgok, amik megmutatják, hogy a Fordnál azért gondolkodtak, tehát nem csak ide bígyeztetek egy autót a palettára, mert ilyen is kellett, mert úgy gondolták, hogy ez frankó, hanem úgy összességében azért tényleg át lett ez gondolva. És most bejebb lépek, hiszen így, hogy föl van emelve ez a rész, azért szerintem egész nagy fejtér tár belénk, persze nem hatalmas, és ezeket az ablakokat pedig be is lehet sötétíteni, plusz vannak ilyen hővédő részek is, amiket föl lehet tapasztani a szélvédőre, oldalra, előre, és akkor innentől kezdve nem fog kiszökni annyira a meleg, illetve hát nyilván a fűtés. Persze itt, mivel ott fölül nem lehet azt a kis részt semmivel elzárni, így azért ott ki fog szökni a levegő, és itt oldalt is, szóval készüljünk fel arra, hogyha ilyen 20 pár fokot szeretnénk, akkor alul meg lesz ez a hőmérséklet, de fölül azért sajnos nem. És hát bondokolok hátrafele, itt is el lehet ezt reteszelni, mert vannak itt tárolórekeszek, nem is egy, ugye ide is el lehet rejteni néhány dolgot, ott az a rész, ott lehet leengedni a szennyvizet, majd mindjárt meg is mutatom, hogy ez hogy néz ki, de föl lehet kapcsolni a világítást is, bizony van, hogy egy kis hangulatfényünk legyen, és ugye ezt lehet is állítani, hogy milyen fényerővel legyen itt lefele, fölfele, most valamennyire látszik nappal, szóval tök szuper, hogy ezeket így lehet változtatni. El lehet pakolni különböző fűszereket ide, és én már kinyitottam, mert van sütési lehetőség is, mondjuk azért itt, hogy a gázrózsa ég, az nem tudom mennyire biztonságos úgy összességében, ki mennyire merné ezt megtenni, de hát próbálkozhatunk vele, nyilván sütetünk, főzhetünk, hogyha pedig nincs rá szükség, akkor szépen ezt le is tudjuk hajtani így. És van még itt egy 40 literes hűtőnk, ahova sört meg az egyéb dolgokat el tudjuk tárolni, ez tök szuper, hogy azért ilyennel is rendelkezik, tényleg egy konyha lényegében az egész, és hogy folytassam a sort, van még itt egy mosogató tálunk is, amit használhatunk arra, hogy a koszos étkészletet, illetve tányérokat azért előblítsük, és az étkészlet, ha már itt annyira mondtam, akkor van egy tartónk is hozzá, tényleg be lehet rendezni az egészet úgy, hogy hosszú távra is ellehessünk ezzel. És itt van ez alatt az a két tartály, ami egyrészt a vizet, a másik pedig a szennyvizet tartja, 42 literes egységekről beszélünk, és hát így lehet esetleg mosakodni. Rengeteg más ilyen kis tárolórekesz van itt, tényleg bárhova elrejthetünk mindent, ott a kábel, hogyha szeretnénk áramellátást biztosítani az autónak, itt vannak a kis csövek, de erről is van jó néhány ilyen, tehát tényleg mindent el tudunk rejteni, tök szuper, hogy azért ennyi polcunk van, illetve még egy kis kijelzővel is rendelkezik, ahol ellenőrizhetjük többek között, hogy mennyi víz áll rendelkezésre, illetve hogy áramellátás szempontjából hogy áll a kiegészítő akkumulátor, hiszen nem magát a gyári aksit szívjuk le, hogy aztán ne tudjunk elindulni, hanem van egy külön akkumulátorunk. Plusz még van olvasólámpánk is, ennek pedig három módban állítható a fényereje, hogyha valaki esetleg ezzel szeretné elütni az időt. Ezek tök szuper dolgok, és hát a lényeg, hogy ide is pakolhatunk, de a klotyó, kérem szépen, van itt egy WC, amiben elücsöröketünk, hogyha szeretnénk. Hogyha valaki itt olvasgatna, vagy valami, akkor el is tudja rejteni igazából magát, mert nyilván azért ott beláthatnak, de erről is, és akkor van egy ilyen részünk, ami ha elhúzunk ezt a rolót, akkor már meg is oldhatjuk. És itt még nincs vége a kis apróságoknak, hiszen van még egy ilyen kis tálcánk, aminél kezet tudunk mosni, illetve ebből alakíthatjuk ki a tusolót magát, hiszen egy ilyen zuhanyzót tudunk kihúzni. Azért elég menő szerintem, hogy ennyi mindent, ilyen praktikus dolgokat bele tudtak ebbe tuszakolni ebbe az autóba. És akkor van két kis kampunk, aminek a leválasztásával a franciágyat tudjuk lehúzni. Ezt megpróbálom így megtenni, hogy látszódjon, de egy kézzel nem olyan egyszerű azért, valljuk be, egyik oldal és másik oldal, leeresztjük az ágyat, és voilà, itt van egy 2 méteres francia ágy, amin elfeküdhetünk. Kényelmi szempontból nyilván nem rossz, hiszen azért van ilyen kis rugós kivitel, plusz egy háló is, amit innen el tudunk mozdítani. És hogyha ezt megtesszük, akkor ide föl tudjuk tapasztani, és akkor innentől kezdve nem fogunk talán lecsúszni az ágyról, de azért vigyázni kell, mert
mozgatni túlságosan nem lehet, hiszen akkor innen le tud billenni, és akkor beesünk ide középre. Ezzel mindenképpen számolni kell, vagyis erre figyelni ildomos. Hogyha pedig valakit érdekel, hogy hogy lehet kinyitni a sátor részét ennek a kocsinak, akkor van egy ilyen biztosíték, amit el kell fölfele billenteni, utána egy ilyen kis kallantyút kiakasztani, és lényegében a saját erőnkkel csak föl kell tolni, csak ezt így egyedül. Borzasztó nehéz. És lényegében ezek a kis hidraulikus emelők megoldják, kitámasztják nekünk, utána pedig, hogyha össze szeretnénk zárni, akkor nem elég ezt a kis részt meghúzni, hanem itt oldalt ezt meg is kell nyomni, és onnantól fogja elengedni, és vissza lehet szépen zárni az egész tetejét az autónak. Tehát nagyjából felhajtott francia ágyal, vagy ágyal így néz ki a Ford Transit Nugget Plus, vagy Plusnak a beltere konyhával, minden egyéb nyalánksággal, amik segítik azt, hogy tényleg az ember itt eltöltsön napokat, vagy akár heteket, és itt még vannak székek is, hiszen ezek is alapáron járnak az autóhoz, ezekkel lehet esetleg ücsörögni ott a napellenző alatt, és a hátsó ajtó pedig szintén így elzárható függönyöknek a segítségével, ami pedig szuper, hogy még nem csak székek, hanem egy asztal is van, és mindjárt meg is mutatom, hogy ez hogy lehet innen kiszedni. Hát baromi praktikus módon a hátsó ajtót, hogyha felemeljük a csomagtérajtót, akkor innen le lehet biggyeszteni, lényegében ezt kell innen elfordítani, a másik oldalt is, és ki lehet szedni a helyére, onnantól kezdve pedig tudjuk használni. Hát tényleg nagyon vagány, és amit még nem mondtam, és elfelejtettem, hogy van itt azért még egy létre, amit ide kell támasztani abba a két kis pöcökbe, és úgy lehet föllépni a francia ágyra. Hát nyilván ennél egy kicsit részletesebben is be tudtam volna mutatni, hogyha van egy operatőr, aki fogja a kamerát, de hát remélem, hogy nagyjából sikerült azért átadni, hogy ez milyen nagyjából ez az autó, és tényleg fantasztikus. Én biztos, hogy elmennék ezzel egy-két hétre, hogyha lehetőségem nyílna rá, hegyekbe, vagy éppen valamilyen tengerhez, és onnantól kezdve, amit csak szeretnék, azzal a kilátással rendelkezik igazából a saját lakásom. Nem olcsó, mindjárt el is mondom, hogy mennyibe kerül, nem magyar pénzszerszának való, de azért jó így belelátni, hogy mégis a gazdagoknak a játéka micsoda pontosan. Nyilván a sofőrnek a szempontjából is érdemes kicsit kivesézni magát az autót, hát nyilván az ülések kényelmesek, egész jó tartással rendelkeznek, ráadásul jobb és baloldalt is bírnak kartámasszal. Ebben az autóban egy 6 fokozatú automata váltó található, de van manuális változat is belőle, és a ForSync 3 névre hallgató feszíti rendszer fut azon a középponti kijelzőn, méghozzá Apple CarPlay Android Auto támogatással. Rengeteg gombbal, ez nagyon szuper, hiszen így nem kell állandóan az érintésvezérlésre hagyatkoznunk. A kormánynak a fugása nagyon szuper, mögötte pedig főleg analóg kijelzőket találunk némi digitális képernyővel. Adaptív tempomatot is be lehet állítani, illetve a számokat lehet vezérelni, plusz a hátsó menürendszert. Minden kézre áll, két darab ablakemelő, hatalmas tükrök, ilyen holtérfigyelő résszel is, tehát tök jól lehet látni, hogy ki van mellettünk. Hátul találunk egy USB csatlakozót, illetve egy 12 voltos szivargyújtót, de USB csatlakozóból ide is jutott középre, a középkonzol alá. A klímavezérlő panel is fizikai gombok segítségével vezérelhető, start-stop, fék, különböző módok, parkolás segítés és önbeparkolás, ez mind rendelkezésre áll. Tároló rekeszből is van jó néhány, poharaknak főleg, de valóban a telefonunkat csak ide nagyjából középre lehet bevágni, akkor, hogyha már kivetítettük a képét, amúgy azért nem nagyon tudjuk hova elrakni, de összességében itt azért elő a két ember nagyon kényelmesen el fog tudni ülni, és vezethetőség szempontjából is szerintem teljesen rendben van az autó. Autópályán is jól lehet vele közlekedni, az átlagfogyasztása pedig nálam ilyen 9,2 liter volt, ebben volt tényleg nagyobb tempójú közlekedés, országúti közlekedés, illetve városi araszolás is, de hát azért ez szerintem egy ekkora monstrumtól egyetlen nem sok. A Ford Transit Nugget Plusnak az ára pedig felszereltségtől függően akár 24-5 milliótól egészen 30 millióig is terjedhet. Van ennek a plusz vagy plusz nélküli verziója, az olcsóbb, de hát nyilván mindenképpen megéri ezt a méretesebb járművet választani. Tény, ami tény, hogy azért a magyar embernek ennyi pénze nem lesz csak hobbira, lakóautóra. Vannak konkurensek is akár a Fiattól és más márkáktól. Nem ez a legjobb, de nem is az a legrosszabb ilyen lakóautó most a piacon. Tény is valahogy rengeteg mindennel rendelkezik, nagyon sok mindennel képes kiszolgálni, kezdve a WC-től, egészen a lényegében két franciáján át, a rengeteg tárolólekeszen és még többek között a tusolón keresztül minden másik. Szóval érdekes, nagyon jó volt ezt látni, nagyon jó volt benne egyszer aludni, nagyon jó volt igazából kipróbálni, hogy milyen egy lakóautó feeling, amit Amerikában imádnak, de tényleg inkább nyugat-európaiaknak készült ez a modell, hiszen ennyi pénzt akár ilyen harmadik, negyedik
számú autóra tényleg a magyar ember nagyon nem fog kifizetni. Én köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a kis rendhagyó videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, írjatok meg kommentben, hogy kipróbálnátok egy ilyen autót, aludnátok-e benne, vagy mennyire vagytok kirándulósak. Ha tudtok, akkor kövessetek a közösségi oldalaimon is. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!